wind been blowing on my back. Irigy Ogonaj, mi négy következik itt a mögöttünk levő Súr standon. Milyen kapcsolatban vagy a Súrral? Hát én már hosszú-hosszú évek óta Súr mikrofont használok. Rengeteg mindent kipróbáltam már, de igazi koncert körülmények között mindenképpen a Súr vált be. És az egyik mikrofonom az megvan több mint tizenvalahány éve, és még soha semmi baja nem volt. Úgyhogy én abszolút bevált nekem, és ezt szeretném mindig is használni. Hányadszorra vagy itt a kiállításon? Tavaly is voltunk, tavaly egy ilyen dedikálás volt, most egy ilyen beszélgetés lesz a színpadon. Remélem énekelnem nem kell. A többiek sajnos csak egy része tudott eljönni, de egy páron itt leszünk a zenekarból. Látom, hogy fiatal vagy, aki el is bújt, szegény. Őneki mennyire jön be? Hangszeren játszik már valamin? Játszani még nem tud, de hangszerbirtokos. Megleptem egyszer egy kis gitárral, mert nagyon szereti a rockzenét. Én már 3 éves korában Metallicát hallgatott, meg Tankcsapdát. Van egy kis szintetizátoruk is. Ugye én nem erőltetem majd, ha valami lesz, én a lehetőséget próbálom megteremteni nekik, ha érdekli, akkor csinálja, ha nem akkor ott. Igen, nem, biztos, hogy mert Szaszát, ő mesélte nekem, hogy a gyerekét már tesztelte nagyon pár hónaposan, hogy szereti a rockzenét, vagy nem. Te is hasonlóképpen tettél, vagy hagytad, hogy magától kialakuljon a szeretet esetleg a rockzene felé? Érdekes, nem kell tesztelni, 2 fiam van, az egyiknek abszolút nem jön be a rockzene, teljesen mást hallgat, ilyen R&B-ket, és a kicsinek meg bejön a rockzene. Bár az az érdekes, hogy a nagyobbikat elvittem AC/DC koncert, és marhára élvezte, de alapvetően más nem nagyon hallgat rockzenét, a kicsi az viszont minden keményed, de szereti ő is a popzenét is, most például Jackson őrület van, miért a történt, de a rockzenét azt imádja. Nagyon szépen köszönöm az interjút, hagylak is, mert menned kell föl. Nagyon szépen köszönöm.